Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket. Ismét kosárlabda mérkőzés a Fonyódi Antal Sportcsarnokban. MB2 közép A csoport, a veretlen listavezető Budafok fogadja a 13. Józsefvárosi KC-t. Szeretettel köszöntöm Balogh Istvánt, állandó szakkommentátorunkat, sportigazgatót. Pista, annak fényében miért lehet érdekes ez a meccs, hogy Budafok készül már a HEP Kupa 4-es döntőjére is? Hát, nagy tisztelettel köszöntöm a televízió nézőit. Ugye minden mérkőzés egy állomás, főleg ugye az MB2-es mérkőzések, és most már tudjuk, hogy a Honvéddal fogunk össze, Honvéddal kerültünk össze. A lehető legnehezebb csapattal. Hát igen, eddig azt lehet mondani, hogy kedvező volt a sorsolásunk. Itt a HEP Kupa 4-es döntőben már azt lehet mondani, hogy talán a Honvédnak kedvező a sorsolása. Hát gyakorlatilag azt mondom, hogy nyugodt szívvel, mindenféle tét nélkül neki fogunk ugrani a Honvédnak. Hát azt mondtuk, hogy a negyedik hely már megvan, ha ne adj Isten a Honvéd, mert nem sikerül, akik esélyesek, szuperbajnok esélyesek az NB1-i piros csoportjával, akkor is a harmadik helyét játszhat a Budafok. Most pedig nézzük a kezdő ötöst. Fehér Csaba, Szántó Levi, Kevin V. Svensson, Pijukovics Bálint Brankó és Tursics Krisztián, és az ellenfélnél van egy-két olyan játékos, konkrétan itt a mezőnyben is, aki itt játszott Budafokon, igaz? Igen, Dr. Glavati Dénes, hát nagyon sokáig volt a játékosunk, még talán U16-os kora óta egészen, még a regionálisban is játszott nálunk, MB2-be is, úgyhogy nagyon régi ismerős. Tehát Glavati, és 20-assal itt érkezik majd Répási Rihárd, 10-essel Glavati Dénes, akit mondott Balogh István, 21-essel Petrusik Bence, a csapat pontkirály, akit Salgótarjánban esetleg ismerhetnek a nézők, és 24-essel megérkezett még Tölgyesi Ádám. A játékvezetők Hervai Tibor és Simon Kristóf, azért az nagyon fontos, hogy lehetőleg sérülésmentesen hozzá le a Budafok a meccset, és gyakorol olyan figurákat, ami azért a HEP Kupán majd fontos lehet, gondolom. Hát igen, mindenféleképpen úgy gondolom, hogy meg kell adni a mérkőzés alaphangját egy jó kezdéssel, és utána szépen lehet már gyakorolni, de semmiféleképpen nem szabad a JKC-t félváról venni. Ugye nagyon komoly játékerőt képvisel, ugye Petrucsik, úgyhogy őt régóta ismerjük már, komoly NB1-es múlttal, és fazont adhat a Józsefváros csapatának. Nem játszik Siklós Olivéra az, hogy Gárdával torokgyulladása bajlódik, mondta Károly Máté, úgyhogy nem kell minden áron kockáztatni is. Így van, teljesen fölösleges, gyógyuljon meg, legyen mindenki egészséges, hadrafogható. Úgy tudjunk neki nem menni majd a HEP Kupának, hogy a lehető legbővebb rotációval készülhessen Károly Máté. És könnyedén Kevin Vén Szenszoné. Petrucsik dobta el éppen a pont ki. Hát Kevin Vén ezeket az egy-egyeket nagyon könnyen oldja meg. Ő fejlődni akaró játékos, tehát külön órázik, külön dob, nagyon szép pont egyébként. Igen, Petrucsik. Petrucsik megmutatta. Nézzük, melyik csapat töri meg a gólcsendet. Svensson ellen nehéz, nem sikerült most sem. Jó védekezés után ketten elől Tursics és Szántó. És igen, így kell megoldani. Tursics feladja, Szántó bezsákolja, 9-2. Egy jó betörés, de hát Szántó mellett feltenni szinte reménytelen fehér könnyedénzre lehet Svensson, ezt egyedül nem lehet megállítani. Tehát igen, nem is próbálkoztak vele. Szépen kivitte oldalra, eltávolodott a védőkarjától. És na, egy szép figura, és bizony nagyon szép pont. Tölgyesi Ádám, ezt meg kell dicsérni, mert szépen csinálták. Na nézzünk, hogy most Petrucsik mire lesz képes. Szépen indul meg Brankó mellett, és szépen dobta be. Igen, a két ex-salgótarján, igen. A két fiú, akik egyébként jól ismerik egymást és haverok, de most Petrucsik szépen megvert a mezőt, ezt nyugodtan mondhatjuk. Kevin Véd, onnan ő befordul. Ott falt, igen. Gyönyörű falttal együtt. Nagyon jó kis tarján volt különben az a Petrucsik Pijukovics féle csapat. Kevin Véd megszerezte a lepattanót, ez dicséretes, és vissza, ujj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 j
15-6. Kevin Wirth hozzáállása példáját, hogy nem véletlenül szeretik a csapattársat. Gyönyörű assziszt oldalra is. Gyönyörű kiosztás, és Konc bedobta. Nagyon szépen. 15-9. Nagyon szép volt. Teljesen szabadon hagyták, és nagyon jó volt a játékostárs, aki ezt észrevette. Fehér Csabi. Ismét véd, ott a folyosó, és ott a pont.
Mondjuk az Intercity elé akarná odállni puszta kézzel, hát senki sem öngyilkos jelölt. Nézzük ezt a Koncpeti akciót, amiből lesz a pont a festékből. Kioszta. Jaj, de gyönyörű technika. Szépen csinálta, bizony. Meg kell dicsérni. Koncz Péter másodjára csinál nagyon szép dolgot, a szakállas fiú. Igen, és ugye Szántó Levi mellett egyetlen egy trükk van, hogy meg kell állni. Igen. És ugye el kell távolodni a lapát kezétől. Igen. Lejárt a támadó idő, meg nem is volt igazi dobóhelyzet, Tulsics felhozza, szép nyugodtan. Szántónak és Szántó könnyedén, elegánsan, 23-11. Majdnem kicsúszott a kezébe. Pijukovics szépen Tulsicsnak triplára. És bele. Harmadik Tulsics tripla, 25-11. Igen, és a túrónak ez a pontos labda fölkapás és dobása. Igen. Kicsit lassúnak tűnik, olyan, mintha húzná magára az embert. De közben mindig eldobja, mielőtt. Óramű pontosság, igen. Igen. Csendben megjegyzem azért, hogy van mit tanulni, és lehet Tulsicstól, mert a TFS Leli Kréka az egyik legjobb, legtehetségesebb játékosa. Hasonló stílusban egymás után négyet süllyesztett el, amikor nagyon kellett, és átvette a vezetést a TFS-e, és többek között Tulsics csapata, elmondta Krisztián a sajtón, ezekkel a távoli kinti Horváth Betty Leli Kréka triplákkal nyerte meg a mérkőzést. Hát igen, és ugye a női kosárlabdára is most már egyértelműen jellemző, hogy nagyon nagy szerepe van a külső dobásoknak. Rendkívül. Tehát aki nem tudja bedobni a külső dobásait, az biztos, hogy elveszíti a mérkőzést. Így van. Igen, most már a második rövid dobása. Petrucsiknak, igen. Ja, Kevin Véd egyszer kivarázsolt a labdát az ellenfél kezébe. Bencsik még ma se érti Tulsicson Zitzerben. 30-13. Marad a 30-13, jó labda, Koncz, aki szép dolgokat csinált, el kell dobnia, megint a nehéz dobófajta, és megint bent van, és most másodszor. Igen, és most már ez a harmadik olyan technika volt, amit tökéletesen hajtott végre. Cepanec, fekete, gyönyörű, magas ívű triplái vannak, ez nem ment be, de a lepattanó megvan. Gyönyörű volt Búrjani, mint támadó lepattanója. Bizonyám, azt akartam mondani, ami nagyon fontos, támadó lepattanókkal is. És az gól. Igen, gyönyörűen tette fel Garai Gergő, jobbal kivezette és ballal elegánsan felhelyezte. Fekete Csabi. Gyönyörű, hát ez a szokásos, hihetetlen igen, magas. Igen, nagyon szép felső blokkal szabaddá tette magát, igen, és két utána főső ember megoldotta. Nem volt probléma. 35-15. Bencsik tette tovább, aztán Répási. Szép lefordulás, csak hát ott a védekezés. Ez is lecsorog. Igen, Búrján. Nagyon szép kettőzés nagy volt. Nagy labda fekete, de hát hárman vannak szemben vele. Úgyhogy... Amati. Gyönyörű lefordulás. Nagyon szépen csinálta Amati Kevin. Uha, megint egy Amati rossz passz. Kettő a kettő. Leolvasta szépen a védő. Ez egy jó ütközés volt. És Stepanec jól csinálta. Amati, hát ez vissza... Ez is kimarad. Igen, hát három faltot kellett volna fújni most. Egy sem volt. Viszont ott egy Garai tripla. És ez nagyon kellett már, a lelkének be is esett. Igen. 39-15. Igen, előbb faltok sorozatát lehetett volna fújni, de a játékvezetők engedték a játékot. Rózsa Dávid. Koncz. Figyelj rá, Amati Kevin, tehát most nincs könnyű dolga Koncznak. Igen, csak én ilyenkor mindig azt mondom, amikor látványos faltok vannak, hogy előbb-utóbb a néma sípok azok vélt vagy valós sérelmet indikálnak. Indikálnak, így van. És az onnantól kezdve kezelhetetlen meccsé fajulhat, és nem hiszem, hogy a játékosok azt megérdemelnék, hogy az egyértelmű faltokat azt ne fújják be, így van. Répási, jó zavart őt Búrján, nem volt könnyű feltennie, fekete áthozza, Cepanec, Garai, gyönyörű. Emberrel együtt gyönyörűen csinálta, széttette a kezét Rózsa, mit csináljak, szabálytalan volt, mégis bedobta. Ez óriási dolog. Ez rövid volt Gergő, viszont Répási szépen szedte le. Igen, Répási. Na most már hihetetlen. 3-1 és Koncz. Azért Koncz nagyon jól játszik, ismét bizonyított egy remek triplával. Én jelen pillanatban azt mondanám, hogy ő a mérkőzés embere, mind a két oldalt figyelembe véve. Igen, pláne egy ilyen labdaszerzésnél. Még ha hibázott is az ellenfél, és Koncz indul meg, leosztotta szépen. Újabb pont. 43-22, ez nem tetszett Károly Máténak.
Cepanec, Garai. Cepanec, nagy labda, és kihagyta. De visszaszerezte, bravo ez a harcosság, dicséretes, Burján tripla, jó. Igen, és ugye most 52, a másodszor oldja meg bent ezt a Cepi, ez egy fél kisebb ember mellett. Burján, fekete. Cepanec, Burján ott van egyedül, és be is zúzza szépen. Igen, Imike. 55. Kezdődik a másik félidő, beszéljünk azért egy picit az edzői hozzáállásról, edzői filozófiáról is. Beszéltél, hogy neked is 10 év folyamatos tanulás gyakorlatilag, és most is tanulsz. Hogyan tudnád ezt megmutatni gyakorlatban, és mondjuk milyen mondjuk Károly Máté edzői filozófiája? Hát, először is azt kell mondjam, hogy ugye hogy a testnevelési egyetemben is, edzőképzőn is ugye ilyenekkel nem foglalkozik senki. Tehát ugye az, hogy te hogyan válsz jó edzővé, vagy egyáltalán jó edzővé válsz, azt az idő majd eldönti, meg az eredmények, meg azok a gyerekek, akiket képeztél. Nekem nagyon nagy szerencsém volt, mert nekem olyan idézőjelbe teszem, mestereim voltak, mint Varga Mátyás, ugye tőle tanultam a TF-en is nagyon sok mindent, vagy idősebb bácsa, Almási László, ugye Csali, Kossáldás professzora, vagy, igen. Vagy Lipták Mihály, aki ugye a Kenguru Kupa atya és ős BLF-es, nagyon-nagyon sokat tudott a szakmáról, vagy edzésmelméletről, az atléta edzőnktől, Szabó Gézától, úgyhogy filozófiát tanulni, az fontos, az nagyon-nagyon fontos. Ezt vajon próbálom én is továbbadni. Ez rendben is van, gyönyörű szép tripla közben a Glavatitól, de szerinted miért nem foglalkoznak akkor ezzel most? Vagy csak nálunk nem foglalkoznak, külországban másképpen van? Nem, szerintem az, hogy valakiből jó edző váljon, ahhoz, az nagyon sokrétű dolog. Tehát abban van pszichológia, van pedagógia, van rátermettség, hogyan tudod átadni azt a tudást, amit esetleg megszerzel. Lehet, hogy meg tudod tanulni, de átadni az egy külön történet. Gyönyörű Kevin Véd, pont. Hogyan tudsz alkalmazkodni például, hogyan tudsz kommunikálni a szülőkkel, igen, hogyan tudsz egy kamaszgyerek érzelmi, igen, világával egyesül. Tehát rengeteg összetevője van, és nyilván ezt mindenki csak a gyakorlatban tudja megtanulni. Konc egyébként közben, és beállt a budafoki kosárlabda Roger Federerje, Tóth Pici Szabolcs. 44 évesen elnyűhetetlen. Igen, régen nem láttuk őt, most úgy néz ki, hogy összetákolta magát egy kicsit. Igen. Mondta egyébként, hogy sokáig beteg volt a lába, oppá, egyébként gyönyörű szép pontot dob. De ő azért szintén mindent megtesz azért, hogy 40 év fölött használva tudjon lenni a csapatnak. Abszolút, és ez a fontos. Abszolút itt van, amikor tud, minden meccsen itt van akkor is, hogyha egy percet se játszik, és lehetett látni, ugye rögtön egy gyönyörű szép belső technikával kérte a labdát és föltette. Egyébként most nem töltenek, csak lőnek a játékosok. Védekezés nyente, Tursis tripla, 63-29. Sok gólt fognak látni a nézők, úgyhogy ez egy sok gólos mérkőzés lesz. Tóth Pici, majd Fehér Csaba. Svensson, ő elvállalja. Megvan a gyakorlás eredménye. Kevin Véd, Svensson, kérem szépen, 33 triplát hülyeztette eddig a bajnokságban. Most már többet, 34-et. Szép lefordulás után kimarad. Hey, megint egy kimaradó helyzet. Bencsik Norbert, hát a nehezet megoldotta. Tursics bele dobocsel. Az ellenfél elszámít, a győzelmi zászló rövid. És Bencsik. 2-1, ez nehéz lesz Bencsiknek, de megoldotta. Így van, nem volt falt, ezt tegyük hozzá. Éles meccsen, kielezett helyzet, de biztos, hogy nem ez lett volna. Tóth Pici, szépen Pijukovicsnak, fehér, már mindenki hozzáért, és Kevin beviszi. Igen, bal kézzel. Pijukovics, Tursics. Tóth Bravo, Pici. Pici. Kevin Véd, Svensson indul meg. Na, gyerünk, Fehér, megérkeztek a fiatalok. Igen. Úgy látszik a tanulásnak otthon vége. Oly, gyönyörű szép Pijukovics pont. Ablakos ahogy, tripla. Igen, ahogy mondtad, Kevin Véd, miket mondok, Amati Kevin tanítványai ők, igen, többek között, úgyhogy
a mester mindig megmutathatja, hogy mit tud. Turcsics csak ijesztette, ez elég volt a védekezéshez. 5 percen belül vagyunk, 72-33. Nagyon nagy bejátszás, Fehér, nagyon elegánsan. És megint labdaszerzés. Ketten vagyunk, megcsináljuk. Igen? Igen. Nem Petrucsik, nem Glavati, hanem Konc az, aki eddig a legtöbbet teszi hozzá a csapatjátékához. Na nézzük Glavatit. Ez szép pont volt. Közben nyugodtan mondhatjuk, egy jó bejátszás, talán lesz bőle pont. Vesz egy szép befordulás Bencsik. Turcsics Krisztián egészen meghatározatlan színösszetételű, speciális cipőjében villog ezen a mérkőzésen. És hát jól játszik eddig, ezt nyugodtan elmondhatjuk. Akárcsak Tóth Pici ebben a magenta színű cipővel. És Kevin Svensson, mint a ragadozó madár, lecsap és könnyedén varázsolja. Igen, és azért lehet látni, hogy Bálintnak a válla nem az igazi még mindig. Igen. Gyakorlatilag Fehér Csabi is elment, és visszajött a Budafok. Gyönyörű, szép, nagyon szép. Pici bácsi kitette az alkarját. Igen. Megállt körülötte az idő. Megállt az idő, megállt az élet, igen. De hát emlékezzenek rá, amikor itt volt a MAFC meccs, meg a Csaba meccs, mennyi-mennyi régi budafoki. Itt ültek, itt nézték azok a fiúk a meccseket, akik most máshol játszanak. Igen, és külön köszönet nekik, hogy eljöttek és szurkoltak a csapatért. Így van, és hát meg kell mondanom, hogy például Lados Erik is, sokat beszélünk Messengeren, amikor teheti, nézi a Budafok meccseket, és szurkol a csapatnak, és tényleg a többiek is, mindenkiről, Varga Danival beszélgettem itt, és egy hatalmas Turcsics tripla. Pici nagy tapsot kap, hát amiért felment, azt megtette. Tökéletes volt. Azt mondom, hogy mindenki felnézhet rá. Tehát, fel is néznek egyébként. Valaki bentről is ennyi mindent tud, ennyi tapasztalattal, illetve 4-5 méterről is óramű pontossággal bedob mindent. Borzalmas nehéz ellene támadni, borzalmas nehéz ellene védekezni. Ezért szoktam mindig azt mondani, hogy... Szép pont, Bencsik, igen. Egy széles repertoár egy játékosnál az... Turcsicsi elég széles, ami három pontosokat írt. Egy gyönyörű klács. 89-39, elképesztő ötödik triplája Turcsicsnak. Kiemelkedő csapat most a Budafok, de ne legyen Budafok, legyen XY csapat. Van-e értelme így játszani az alapszakaszon, ekkora különbségeknél, mint láttunk itt csapatok között? Most például a Budafok javára minden ellenféle szemben, leszámítva a TFS-ek árdáján. Hát én úgy gondolom, hogy nem haza beszélek, mert ugye tavaly például a Dunaharaszti is így volt a másik csoportban. Így, pontosan. Hogy én úgy gondolom, hogy az NB1B zöld csoportjában minden további nélkül bárkit lehetne indítani, aki szeretne ott lenni és megfelelő játékerőt képvisel. Úgy érzem, hogy ezeknek a játékosoknak egy ilyen év az egy teljesen, hogy mondjam, fölösleges, sem beletett energia az életükből. Ennyi erővel valaki játszhatna a zöld csoportban is jó meccseket. Amati tripla, igen, és ez a Budafok, itt nagyon sokan mondták, zöld és piros csoportos csapatok, hogy akár a piros csoportban is megállna hét, a zöld csoportban egyértelműen, és felsőház lenne az egészen bizony. Én úgy gondolom, igen, hogy az NB2-nek is jót tenne, mert egy kiegyensúlyozottabb lenne. Újjalmat, igen. Hogyha nem lenne valaki ennyire kiemelkedő, illetve az, hogy most kettővel több csapat van a zöld csoportban, az két darab mondjuk hétközi mérkőzés jelent ennyi. Igen, tehát... Ez nem lenne annyira nagy különbség. Igen, hát... Érdemes lenne átgondolni ezt a koncepciót. Garai Cepanec. Garai onnan bele fog állni a triplába, és ha beleáll, akkor be is dobja. Igen, két rossz kísérlet után megtalálta a pontdobó kesztyűjét. Igen, 97-41, tehát megint jóval 100 pont fölött lesz a Budafok, ez természetes. És Amati Kevin. Szántó Amati. Újra Szántó. Mondom, hogy triplára vállalkozik. Tessék! Bravo! A budafoki centerek triplában sem rosszak. Ilyen szerb center feeling, amit érzek, aki mind a két kézzel zicser dob, jó dob triplát, jó dob a festékből, jó a palánk alatt. Hát ezt láttuk most. Igen, és most láttunk egy orvosságot. Nem vitték közel Szántó Levihez, hanem igen, kiadták tőle távol, és onnan oldották meg.
Garai. Ez lejött. Fekete Csabinak nem sikerült, Répási. Szántó, hát nem. Tehát tényleg így odaállni elé és úgy feltenni, képtelenség. Ez nem jó, Burján viszont jókor jó helyen. Nagy indítás, ajajajaj. Ez amerikai futballbés díjaztán, Tom Brady indítása. Talán még bele is ért a védőjátékos. Elképesztő. Egy centivel rövidebb, akkor elkapja. De hát ez a jó, hogy nem volt egy centivel rövidebb. Pont oda ment. Pont oda ment, igen. Glavati. Jó labda Répási, és szép pont. Gyönyörű passz volt, és Répási gyönyörűen oldotta meg. Az utolsó három perc kezdődik, Amati Kevin, Cepanes, tripla. Látszott innen, hogy beesik. Tökéletes tripla, 105-45. Na most Répási betör ismét, letolt a Glavatinak. Visszaadván az előbbi paszt, ez most nem volt jó, már mint a dobás. Árvai Péter. Hát igen, nem lehet szóval. Szembe ott áll veled Szántó Levés, és te emeled, és ő is emelkedik, akkor nem dobod át fölötte egyszerűen. Nem, mert amilyen magasságban lesz a keze a fölugrásnál, olyan ívben nem lehet dobni. Igen. Szép betörés volt, kis Dániel. Gyönyörű volt, tengelyirányú, párosláb. Kellett korrigálni a levegőbe, de jókor bezárt. Bizony, és gyönyörűen oldotta meg, ami szép, a szép. Garai, Szántó. Hárman vele szemben kiosztotta Amati Kevinnek. Gyönyörű tripla. Sokat hozzátesz a második fél időben csapat a játékához. Ugye Koncz leült, ő alig játszik a negyedben, semmit nem játszott. Gyönyörű, Amati. Burjánimi, bocsánat, ő is megtalálta. Mondjuk a Budafok egy olyan csapat, hogy szinte mindenki tud triplát dobni. Tehát ez a másik erősségük, hogy nem lehet azt mondani, hogy valaki csak védő specialista és nem dob triplát, csak a festékből dob. Nem, itt mindenki. Kis túlzás, azt kell mondom, Ferenc Gabira rábíznák, ő is bezúzná onnan. Szántó, könnyedén, 113-47. De nem játszik, ő végig viszi. Igen, és egy gyönyörű szép ritmusváltásra fölgyorsult. Igen, és Tölgyesi beütötte. Védő mögé lépett, kitartva a labdát, védőtől távol. Szerintem 13,6 lepattogtatják a Budafokák. Én nem hiszem, hogy támadás lesz. István, egy gyors értékelést kérnék tőled most. Egy sima meccs után. Én azt mondom, hogy mindenki játszott sokat. Máté tudott gyakorolni a játékosokkal. Én megmondom, hogy egy kicsit nagyobb ellenállásra számítottam a JKC-vel, JKC csapatától. Így alakult ez, nyilván nehéz egy ilyen ellenfél ellen igazán fölpörögni, a JKC-nek is nehéz egy listavezető ellen maximálisat nyújtani, de gratulálok mindenki csapatnak.